A temerini tájházban a helyiek megismerhették Damjanics János és Vetter Antal életpályáját, illetve hallhatták a székely, gyalog és határőr huszárezredekben szolgáló, ám vajdaságban harcoló katonák vallomásait, de a történészek foglalkoztak a délvidéki paphonvédek szabadságharcban betöltött szerepével is. Csorba Béla helytörténész szerint nagy szükség van az ilyen jellegű előadásokra Vajdaságban, ugyanis az elmúlt évtizedek alatt igencsak hiányosan oktatták területünkön a magyar történelmet. A helytörténészeink ugyan igyekeznek derékesen helytállni, a fehér foltokat tartalommal, ismeretekkel kitölteni, de jó ilyenkor meghallgatni egy-egy szakadatot, a professzióját, a hivatását, hát tulajdonképpen életvitelszerűen űző emberek előadását is. Ebből azt hiszem, hogy csak tanulhatnak az érdeklődők is, és hát a helytörténészek is. Temerin előtt a magyarországi történészek Palánkán, Maradékon, Szabadkán és Topolyán is tartottak előadásokat, de számos más vajdasági helységet is meglátogattak. Újabb kiadványokat kapunk és cserélünk, beszélgetünk, néha nem is látjuk ugyanúgy az eseményeket, de szerintem ebbe az az érték, hogy azért el tudjuk mondani, hogy miért látjuk esetleg másként az eseményeket, és biztos, hogy a helytörténészeknek van egy olyan látásmódja és előnye, hogy nagyon sok olyan apró eseményt, ami esetleg a mi figyelmünket elkerülheti, ezekre felhívják a figyelmünket. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság szervezésében megtartott előadássorozat egy hosszú távú kezdeményezés első körútja volt. Van egy megállapodásunk a Magyar Történelmi Társulattal, hogy egy-egy kerekévfordulóra, de nem kötelező egyébként, hogy úgy legyen, lehet egyébként más témában is, Magyarországról jönnek előadók, és az itteni történészek, az itteni elismert kutatók is ebbe fognak csatlakozni, és olyan helyekre tudunk eljutni, ez az elsődleges cél Szórványba, ahol örülnek annak, hogy egyedül, hogy magyar szót hallanak, örülnek annak, hogy magyar történelemről tanulhatnak, hiszen több helyen már sajnálatos módon a magyar oktatás sincs, és igény mutatkozik erre. A neves magyarországi előadók Temerinből Törökbecsére utaztak, ahol a körút utolsó előadását tartották meg.